Eredményes évet zárt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság. A 2017-es évet már 101 bejegyzett tétellel zárta. Az értéktárba egyéni javaslatok alapján kerülhetnek be új elemek, így magánszemélyek kezdeményezései után is bekerülhet egy-egy új érték. A lista ezeket több témakörben gyűjti: agrár- és élelmiszergazdaság, kulturális örökség, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások és természeti környezet, illetve turizmus és vendéglátás. Mindenképpen például megemlíteném azt az erdei iskolatábort, amely napkoron működik, és amely egy nagyon előremutató tábor, és amit ott végeznek munkát, az pontosan megfogalmazza az erdei iskolának a szellemiségét, és ez abszolút a megyére jellemző, abszolút napkorra jellemző, ez egy egyedi dolog, és erre tényleg azt hiszem, hogy rá kell világítani a figyelmet, mert ez pontosan nem csak azon túl, hogy értéket ment, és értéket ad át a gyerekeknek, pontosan arra neveli őket, amit szeretnék megmutatni mi is az értékteremző munka folyamán. Vagy például kiemelném Kisbé Zoltánnak a vadászati kiállítását, amely nem csak az országban, hanem nyugodtan mondhatjuk akár a határainkon túl is egy kiemelkedő érték, és egy teljesen egyedülálló gyűjtemény. Az értékmentő munka egyik fontos része, hogy a fiatalokat is megszólítsák. Ennek érdekében tavaly indult egy országos vetélkedő, értékes barangolás néven. A megméretetésen általános és középiskolás diákok tudását tesztelték a megyei értékek és hungarikumok tekintetében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kezdeményezést idén is folytatták. Idén is meghirdettünk akkor egy vetélkedőt, amely Értékes Barangolás 2 címet kapott, és itt mindenképpen folytatni szerettük volna azt a vonalat, amelyet már elkezdtünk a tavalyi évben. Egy nagyon sikeres vetélkedő volt a tavalyi, rengeteg iskola jelentkezett, és nem szerettük volna, hogyha ez a folyamat megszakad. Ráadásul a visszajelzések is azt közvetítették felénk, hogy igenis ennek van értelme és szükség is van rá. Ezért meghirdettük a második vetélkedőnket. Most is nagyon sok általános és középiskola jelentkezett. A bizottság döntése alapján a legutóbb bekerült elemek egyike a Szabolcs megyei honfoglaláskori leletek. Ez az ország egyik legnagyobb gyűjteménye, amely olyan különlegességeket tartalmaz, mint például a geszterédi aranyszövő és a rakamazi korong, amely egyben a József András Múzeum jelképe is.